Sziasztok, ez itt a Mondus Juris Podcast, ahol a jogászi hivatásrendekkel, karrierutakkal ismerkedhettek meg közelebbről egy-egy jogász története által. Ebben a részben Kovács Krisztiánnal beszélgetünk, aki megbízott oktatókarunkon, de a fő téma, amiről ma beszélgetünk, az ügyvédi hivatás. Sok szeretettel köszöntelek, és az első kérdésem az, hogy mi az, amit biztosan nem tud egy átlagos ember az ügyvédi hivatásról? Köszöntök mindenkit, köszöntöm a hallgatókat. Fogalmam sincs, hogy mit nem tud az átlagember az ügyvédekről. Én ugye már benne vagyok ebbe a szakmába elég régóta. Talán ami az embereknek annyira nem nyilvánvaló, az ugye a háttérben végzett munkánk, hogy rengeteg adminisztráció van a bíróságokkal, a hatóságokkal történő kapcsolattartás. Tehát mindaz, ami a filmekben viszonylag nehezen jeleníthető, meg izgalmasan, azt gondolom, hogy az átlag hallgató számára ez az, ami legkevésbé megfogható. Mi az, amit a legkevésbé szeretsz, mert akkor induljunk innen. Ezt mindenki megmondja rólam, aki egy kicsit is ismer, az adminisztráció. Én ezzel küzdök, holott az ügyvédi szakmának egy jelentős részét teszi. ki, nem mondom, hogy a többségét, de olyan kb. 30%-os arányban biztos, hogy adminisztrálunk, nyilvántartásokat vezetünk, saját nyilvántartásokat. Tehát ügynyilvántartás, pénzmosási nyilvántartások, bejelentések, tehát ahhoz, hogy például én egy letétet kezeljek, ahhoz egy négy nyilvántartást kell vezetnem, és mondjuk, hogy hogyha kifizetem ezt a letétet, akkor mind a négy nyilvántartásba ezt rögzítenem kell. Ezzel azért el lehet úszni. Azért, ahogy valaki egyre régebb óta van a szakmában, esetleg az adminisztráció csökken? Nem, viszont egyre jobban utálja majd. Tehát előbb-utóbb ebből az okból szerintem eljön az, az időszak, amikor valamilyen segítséget bevon az ember, akkor is, hogyha olyan nagy szüksége nincs rá nem mondjuk speciális a szakmája. Nekem van tőzsdei kibocsátással foglalkozó barátom, vagy olyan is, aki kötvények kibocsátással foglalkozik, vagy speciális perekkel. Nekik amúgy nem feltétlenül kellene, de az ő körükben is egyre inkább terjedt, hogy legalább egy ilyen remote asszisztenst felvesznek, aki a, az adminisztrációnak a kiszervezhető részét azt átveszi tőlük. És mi az, amit a legjobban szeretsz ebben a szakmában? Én nagyon sok mindent nagyon szeretek az ügyvédi szakmában, tehát ilyen szempontból szerencsésnek mondhatom magam, hogy viszonylag korán eldöntöttem, hogy ügyvéd leszek, és sikerült is úgy megmaradni a pályán, hogy sok szépségét látom a mi szakmánknak. Kicsit talán fenköltnek hangzik, de azt nagyon szeretem például, hogy tudunk segíteni másokon. És itt nem, nem kell ez a, ez a nagyon pártosos megfogalmazásán, hogy az elesettek védelmezője és a többi, mert a nagy cégnek, a Nemzeti Bank által megbüntetettnek, a vállalkozónak, az alvállalkozónak ugyanúgy szüksége van segítségre, és ezt mi meg tudjuk nekik adni. És ha már itt a segítségadásról van szó, az előző beszélgetés egy közjegyzővel volt, aki elmondta, hogy tulajdonképpen bárkiben bemegy hozzájuk, segíteniük kell, azt az ügyet végig kell vigyék. Ugye sokan szokták azt mondani, hogy hát azért is jó ügyvédnek lenni, mert hát ott lehet dönteni az ügyfelekről, hogy kit vállalnak, kit nem. Na mi az igazsága mögött? Lehet. A, az elején, amikor az ember kezdő ügyvéd, akkor még az az igazság, hogy kevésbé válogathat, tehát akkor főleg ilyen vegyes pereskedések alakulnak ki, tehát bármit elvállal az ember nyilván, hogy a pályán tudjon maradni közel bármit. és előbb-utóbb én azt gondolom, hogy elkezdi lehámozni magáról azokat a feladatokat, vagy, vagy ügytípusokat, amiket nem szeret. Bár nyilván van olyan, amivel már az elején se foglalkozik az ember. Én azt nagyon jól tudtam már jelölt koromban is, hogy nem fogok se családjoggal, se büntetőjoggal foglalkozni. Most a büntetőjog már kicsit hábít a gazdasági bűncselekményeknek a köre, de, de még egyelőre ellen tudtam állni. Hogy visszautasíthatunk-e ügyvelet? Persze. Nekem még az állandó megbízási szerződéseimben is benne van. Tehát egy nagyon ügyfélnél kikötöm, hogy pontosabban az összesnél, hogy hiába vagyok állandó ügyvédje, hogyha valami olyan ügyel bíz meg, amit bármilyen okból nem tudok vállalni, akkor az visszautasíthatom az ebben történő eljárást. Általános ügy visszautasítás, pedig azt kell, hogy mondjam, hogy én most vagyok 5 éve ügyvéd. Ötödik éve, most már azt teljesen biztosan ki tudom jelenteni, hogy több ügyet utasítok vissza, mint amennyit elvállalok. És hogy, hogy ez így alakul? A mi szakmánk az, az nehéz, mert ugye naprakésznek kell lenni, ismerni kell az ügyeket, és ugye ez alapvetően szerintem, ugye nyilván nagyon sokféle látásmód van ebbe is, alapvetően én ezt úgy gondolom teljesíthetőnek, hogy szakosodik az ember. És hogyha szakosodik, akkor a későbbi ügyeknél az utána nézésnek egy jelentős részét meg tudja spórolni, ami azt jelenti, hogy egyrészt jobb minőségű munkát végez, másrészt pedig egységnyi idő alatt több munkát tud elvégezni. Most ha nekem minden alkalommal fel kellene tudni a területnek az alapvető jogszabályait. Az nem is lenne olyan, mintha fejből tudom, vagy közel fejből, vagy legalább az, hogy hol keressem. Hát ugye rengeteg időbe kerülne. Egyébként pont ezt tart vissza jelenleg a gazdasági bűncselekményekkel kapcsolatos ügyek elvállalásától, hogy a, őszintén a bil annyira nem tudom -e. készségszinten, amennyire kellene. Az összes többi részét igen, de én anyagi jogot tanítok itt az egyetemen, de, de igyekszem nagyon hangsúlyozni a hallgatóimnak, hogy az anyagi jog az eljárás jog nélkül nem ér semmit, mert hiába van igaza valakinek, ha nem tudja bizonyítani és hiába nyeri meg a pert, hogyha nem tudja végrehajtani, tehát ez, ezek a dolgok nagyon-nagyon összefüggenek egymással. Mindegyik ilyen hivatásos beszélgetésnél kicsit helyre tesszük azt, hogy mik azok a jogterületek, amivel egyes hivatásrendek foglalkoznak. Talán az ügyvédi hivatás egy olyan, ahol kimondhatjuk, hogy a legtöbb jogterület azért megjelenik? Itt talán túlzás nélkül ki lehet jelenteni, hogy az összes jogterület megjelenik. Pont gondolkoztam, amikor jöttem be az egyetemre, ahol rögzítjük ezt a podcastet, hogy erre milyen jó választ lehetne adni. Én ismerőseimnek és, és egyébként más ügyvédeknek is azt szoktam mondani, ugye ügyvédeknél előfordul, hogy főként családtagok felkeresik őket az ügyes-bajos ügyeikkel, és nagyon sokszor olyannal találják meg őket, amivel éppen nem foglalkoznak. Sokan ilyenkor elvállalják, szerintem ez hiba, mert azt sem szeretem családtagnak elvállalni, amivel foglalkozom, mert nem szűr egy jó dinamikát családai, ismerősi körön belül. De én azt szoktam mondani, amikor olyannal keresnek meg, amivel nem foglalkozom, hogy ez egy olyan szakma, ami én, mint az orvosoké, ahol elvégzi az orvosi egyetemet valaki, és lehet, hogy bőrgyógyász lesz, lehet, hogy szemész, lehet, hogy pszichiáter. És attól még, hogy elvégeztük ugyanazt az alapképzést, attól még a szakosodásunk miatt, hogyha nekem gerincbántalmam van, nem fogok elmenni a plastikai sebész hogy akkor egy kicsi segítség kellene. És azt is hozzáteszem ilyenkor természetesen, hogy nekem sokkal többet ér a barátságunk, jó viszonyunk akármi, hogy egy ilyen elrontott ügy miatt később ez nyomot hagyjon a kapcsolatunkban, és ezt meg szokták érteni, jól szokták fogadni. Hogyan néz ki az ügyvédi pálya? Vagyis elvégzi mindenki a jogászképzést, és utána van még sok számos lépés, amiről Sokan megfeledkeznek szerintem, amikor jelentkeznek a jogik arra, és csak annyit mondanak, hogy hát ők szeretnének ügyvédek lenni. Nagyon nem lennék azoknak a helyébe, akik konkrét elképzeléssel érkeznek ide az egyetemre. Ugye itt, ha matematikusnak készül az ember, matematikát az viszonylag sok évig tanul előtte. Jogi képzést korábban nem kap senki. Vagy úgy gondolom, hogy a ide érkező 99%-a biztos, hogy semmilyen jogi képzést nem kapott előtte. Tehát nagyon nehéz azt az elején tudni, hogy valóban ezzel akar-e foglalkozni. Az egyetem az arra jó, hogy el tudnak menni kísérletezni, és meg tudják nézni gyakornoki időszak alatt, meg másokkal beszélgetve, hogy ez valóban nekik való pálya-e. mert ahogy azt mondtad, valóban egyetem után még három évig kell dolgozni legalább ugye a szakvizsgáig, hogy megkezdesse az ember, most onnantól kezdve, hogy mennyi idő alatt tesz, le, az egy fél évet minimum rá kell számolni. Én egy pizipizit nyúltam túl a fél éven, tehát teljesíthető amúgy fél év alatt is. nekem azért nem lett meg fél éven belül, mert a Covid akkor pont bejött, és a második szakvizsgámat nem tudtam megkezdeni, mert elhalasztották. De akkor mondjuk azt, hogy egy évig szakvizsgázik valaki, tehát ott vagyunk, hogy négy évvel van az, az, követően, hogy elvégezte az egyetemet, és akkor tud valójában megkezdeni ügyvédként praktizálni és hát ugye ez, ez, egy ugyanolyan vállalkozás ebből a szempontból, mint bármi más, fel kell építeni, ugye előtte spórolni kell, eleve, hogy el tudjon valaki kezdeni szakvizsgázni, a három év gyakorlat mellett el kell végezni egy szakvizsgafelkészítőt, vagy szakjogászképzést, képzést, hogy mentesüljön. Tehát nagyon sok mindent meg kell ahhoz csinálnia, ahhoz, hogy el tudja egyáltalán kezdeni az ügyvédi működését, és igazából az még csak az útnak a kezdete, utána jön az, hogy saját magának kell fizetni a különböző költségeit, akkor bejön a kötelező továbbképzés, ami egyébként nyilván hasznos is, de kétségtelenül terheket ró arra, aki ügyvédkedésre adja a fejét. Ez a továbbképzés is úgy néz ki, mint az orvosoknál, tehát meg van határozva, hogy X időnként X pontot kell összegyűjteni a képzésekkel, és akkor folyamatos fejlesztés alatt kell állni? Felkészületlen vagyok, nem tudom. Azért nem tudom, mert egyetemen oktatok, ezért én felmentést kaptam a kötelező továbbképzés alól, de évente valahány pontot kell összeszedni, ugye ebbe azért vagyok ennyire tájékozatlan, mert nekem nem kell, de érdekes, mert meg, meg amúgy csinálni. Nem mondom, hogy az összes pontot, mert ki se írja a rendszer, de amúgy a kötelező továbbképzési anyagok közül elég sokat megszoktam hallgatni. Egy némelyik elég jó. Kicsit ilyen félve mondom, hogy meglepődtem rajta, de, de némelyik tényleg elég jó. És a szakosodás, vagy az, hogy mi milyen területtel foglalkozik valaki, hogyha ezek szerint valaki jó ügyvéd, akkor alapvetően elmélyül valamelyik témába, valamelyik jogterületbe. Ez melyik ponton indul el? Tehát azért ezt érdemes már akár az alapképzés alatt megtalálni, vagy ez később is ráér. Mi a tanácsod? Szerintem nyugodtan lehet mindenki méltányos magával. Van, aki nagyon korán rá talál, van, aki pedig egy kicsivel később. Mindenki találja meg a saját útját, ebben ez a lényeg. Engem alapvetően érdekeltek az olyan területek, akár azt mondom első éves koromban, tehát amikor még római jogot hallgattunk. Itt emlékszem Erdődi Jánosnak, aki adhatatlanul az egyik legnagyobb hatással volt rám oktatóink közül. Volt egy mondása, talán egyetlen egy mondat volt, valahogy úgy szólt, hogy az önálló zálogjogot a senki nem érti. Adott egy ilyen és hogy akkor miért nem? miért nem érti senki. És elkezdtem vele foglalkozni, ebből később Pogácsás Annett tanárnőnél kettő TDK dolgozat lett, egy OTDK dolgozat, és egy otdk a Magyar Ügyvédi Kamarának a külön díja. Teljesen nyilvánvaló volt, hogy nekem ez a téma fekszik, szeretem, és szeretnék a későbbiekben is ezzel foglalkozni. A mai napon egyébként inkább azt mondom magamról, meg mások is azt mondják, hogy én peres jogász vagyok elsősorban, az pedig kétségtelen, hogy Bérces Laci bácsi alapozta meg itt a PP tanszéken, az ő lényeglátása, stílusa az, az egyértelműen arra sarkalt, hogy, hogy egy kicsit hasonlítsak rá, vagy megpróbáljak rá hasonlítani. És szoktam mondani a hallgatóimnak, hogy azért a, próbálok finoman fogalmazni, hogy elbírja a mikrofon is, hogy a szakmai tudás az, az nem kizárólagos érvényesülési módja lehetősége az ügyvédi szakmán belül mert nagyon jól megélnek olyanok is, akiknek mondjuk, hogy ez nem annyira nagyon magas ez a szakmai elmélyültsége, pontosan azért, mert egyéb más skill-ek is kellenek ahhoz, hogy valaki ügyvédkedjen, ők, ők más területén az életnek ügyesebbek, mint mondjuk az átlag, de ebben a közegben, ami nekem tetszik, és ami valójában kihívást tartogat, az a tárgyalótermeknek a világa, és ott is egyébként sokkal jobban szeretek nagyon felkészült másik ügyvédek ellen tárgyalni, mert ott, ott pörög a dolog, ott látványos, még akár olyannak is látványos egy tárgyalás, aki nem érti az adott jogterületet, hogy azonnal kell válaszolni, ismerni kell az anyagi jogot, ismerni kell az eljárás jogot, fel lehet-e ajánlni tanúbizonyítást, akkor felugrik a másik, hogy ha-ha, ami okirattal bizonyítható a PP szerint, arra elsődlegesen okiratot kell bemutatni. Tehát nagyon-nagyon jó tapasztalat talataim vannak. Ami talán így velem kapcsolatosan az egyik leginkább ismert csoport ez a kamionkartelperek. Messze, messze azokat szeretem a legjobban, mert egyébként Karunk oktatója volt oktatója, Boronkai Miklós van a másik oldalon, de, de nagyon pörgős, nagyon szakmai, és sokszor azt látjuk, hogy a bíró is csak nézi, hogy úristen, ezek mit csinálnak, jó értelemben mert nagyon keményen, semmi személyeskedés nincsen benne, csak szakmai érvek, de nagyon lehet ezt élvezni. Érzi az ember az Adrenalinta a nyelvében, még most is, ahogy csak beszélek róla. És ha már említetted ezeket a skilleket, mik ezek a skillek? Tehát, hogy kell egyfajta tudás, oké, okay, és erre mondtad azt, hogy ez nem elég önmagában. Mi minden kell még? Egy gyors észjárás? Jó retorika? Bár nem elég önmagában, azt szoktam mondani hallgatóknak, hogy hátránynak biztos nem hátrány, tehát akár tanulhatnak is. Külön kell szerintem a szakmai részét, és akkor ebbe beletartozik ez a mindenféle jogi, meg nem jogi, szervezési ismeret, de itt nagyon sok olyan soft skill is szükség van, monotónia tűrés, az, hogy tűrje valaki a magányt, hogy legalábbis ne undorodjon attól, hogy neki ügyfeleket kell szereznie, ugye ez, ez nagyon sokaknál kihívás, és itt azért látni generációs mintákat, hogy máshogy működnek, hogy egyes skillek azok kevésbé erőteljesek mondjuk úgy a mostani fiatal generációban, másokban meg sokkal jobbak, hát készségszinten használják az internetet a idősebb 50-60-70 éves ügyvédeknek kínszenvedés ügyvédet szerezni az interneten. Nem is hiszik, hogy ilyet lehet csinálni nagyon nagy részük egy most 30 éves jogász ügyvéd, neki meg teljesen természetes, hogy már Facebook oldala van, Google Ads-et használ, Instából is vannak, meg TikTokon is, azok még ilyen szánypróbálgatások, de ott is haladnak egyébként. Tehát teljesen átalakul ez az ügyvédi piac, ahol más skillekre lesz szükség. És amiről viszont nagyon kevés szó esik, de szerintem nagyon fontos, és készültem, hogy erről szeretnék beszélni, felhívni a figyelmet, és ez nem feltétlenül szkill, de, de hozzáállás a munkához, hogy a, a saját magunkkal való foglalkozás. És nem ez az állandó önfejlesztés, ami most jelenleg nagy divat, már évek óta, hosszú évek óta, hanem hogy lelkileg legyen rendben az ember, hogy tudjon magához kapcsolódni, tudjon magával megbocsátó lenni. Tehát hibázni fog, biztos, hogy hibázni fog, de hogyha ezek a hibák maguk, maga alá temetik, akkor nem fog tudni másnap bemenni, megundorodik a munkától. A kiégés nagyon komoly probléma ügyvédeknél is és pontosan azért, mert ugye embereknek segítünk, és az nem tud egy jó irány lenni itt szerintem, hogy átvesszük az embereknek a problémáit, és még otthon is ezen kattogunk, mert rátelepszik. Nagyon rossz példa számomra, és megerősíti, hogy nem foglalkozok ilyennel. Nagyon sok elvált ügyvéd van, például családjogászok között. Ugye beleég, ezek a konfliktusok előjönnek, hazaviszik a munkát, és, és ez nem jó. Tehát a, amit én nagyon javaslok mindenkinek, hogy magával is foglalkozzon, ne csak szinte skilleknek a fejlesztésével, hanem hogy rendben legyen önmagával. Én is több mint egy évig jártam pszichológushoz, pedig úgy gondolom, hogy meg úgy is gondoltam akkor is, hogy egyébként alapvetően rendben vagyok magammal, és erről nem divat beszélni, de pont ezért szeretnék, hogy jobban megismerje az ember a működését, a léleknek, a személyiségének, és akkor egészen hogy tud hozzáállni. És tudni kell pihenni ezt hallgatóinak hallgatóinknak záróvizsgai időszakban most pont itt a terem előtt záróvizsgák zajlanak, tehát aktualitása is van, de pihenni az, az, az rettentő fontos. Nem kattogni az ügyeken, letenni a munkát. Versenylovaknál az, az egy teljesen megszokott dolog, hogy a ló, amikor fut egy nagyot, edzésen bárhol, akkor utána pihen, jó minőségű táplálékot kap, és a többi, és ezt igenis meg kell adni az embernek. Tehát az, hogy valaki pihen, az nem a jutalom azért, mert keményen dolgozott, hanem a jó pihenés kell ahhoz, hogy keményen tudjon dolgozni. Mentáligén és szakemberként nagyon örülök, hogy ez a téma így szóba került, és egyébként pont a múltkori alkalommal és a közégyői beszélgetésnél ez egy, ez egy fontos kérdés volt, és tényleg sokszor az orvosokhoz hasonlítjuk, és akkor ilyen szempontból a pszichiáterek és hozzácsaphatjuk a pszichológusok területe is csatlakozik ehhez a témához. Mennyire kezd akár elterjedni az ügyvédeknél az, hogy egyfajta szupervízióba járjanak, pont emiatt, mert hogy akár önismereti témákat is érinthet az, hogy hogyan van jelen a szakmájában? Szerintem igény lenne rá, de áttörés ebbe, ebbe teljesen biztos vagyok, hogy nincsen. De nagyon népszerűek a kamarai továbbképzésen azok a kérdések, ami kiégéssel, stresszkezeléssel foglalkoznak, tehát ezek nagyon felül reprezentáltak illetve úgy csinálom, mintha titok lenne, de van egy ilyen nagy közös Facebook csoport a kollégák, ahol csak ügyvédek lehetnek tagok. Ez ugye titkos zárt, ennek megfelelően mindenki tudja, hogy miről írunk ott. Tehát ott nagyon dicsérik ezeket a képzéseket. És egyébként is azt látom, ennek, amit említette, egy ilyen kezdetleges formája, hogyha ügyvédek beszélgetnek egymás között, én nagyon azt látom, hogy kényszeredetten a saját ügyeikről beszélnek. Az ügyvédek legnagyobb része az úgynevezett talpas ügyvéd, tehát egy személyes ügyvédi iroda vagy egyéni ügyvéd. Egyedül dolgozik. És ez a vezetői magány, erre mondtam, hogy ugyanolyan cég ez, mint bármelyik másik, ez a vezetői magány az ügyvédeknél is megvan. Nincs kitől kérdezni, nem kapnak megerősítést. Ugye az ügyfelükkel beszélnek, de hát az ügyfelük rosszabbul tudja, mint ő. Ha van is megerősítés, az szakmailag nem sokat ér, és egyszerűen én azt vettem észre, hogy rengeteget beszélgetnek a saját ügyeikről, mert valami megerősítést várnak, hogy igen, jól csináltad, ami feloldozza őket ettől, a stressztől, ettől, a bizonytalanságtól. Ez szükség, azt szerintem lenne ilyen szakmai közösségekre, vagy akár szupervízióra, ahogy mondod. Egyelőre erre kevés a lehetőség. Én nem tudom, hogy ez kinek lenne a feladata. Én elég sok ügyvéddel árok új kapcsolatban, ilyen, pont ilyen szupervízió jelleggel, hogy régen ezt még úgy neveztem, hogy potyáznak, aztán ennek kiépítettem az intézményes kereteit, tehát hogy adok kifejezetten lehetőséget, még a hollapom az pont nem frissült így, hogy lehet tőlem szakmailag kérdezni, és ahol hitelesen tudok szakmailag segíteni, akkor ott tudok akár egy iránymutatást adni, irányba teszem az ügyvédet, aki ilyen segítséget kér, vagy tipikusan fellebbezéseknél kérdezik, meg átküldik az iratot, néz már rá, és azt látom, hogy ez segítség nekik, hogy valaki szerint szintén jó irányba indultak el, és sokszor itt nem arról van szó, hogy szakmailag nem tudnák megcsinálni, hanem ennek a, a, döntésnek a terhe. És kérdezted, hogy mihez kileg kellenek, ez a döntésnek a terhét elviselni, ez a felelősségvállalás, ez nagyon kell. Elmúltak már azok az idők, amikor lehetett mellé beszélni. Most már egyre inkább arra felé megy a világ, hogy nem elég jónak látszani, hanem jónak is kell lenni. És kezdenek átlátni ezen az ügyfelek. Én azt mondom, hogy szerencsére, mert ez egy szakmai megújulást hordoz az ügyvédség tekintetében is. Aki ezzel nem tud lépést tartani, az nyilván ezzel nem értene egyet. Egyébként ez csak Magyarországon jellemző, hogy ennyire magányosan vannak jelen szakmailag és akár emberileg is az ügyvédek, vagy azért alapvetően ez mindenhol tendencia is lehet, hogy akár ebben lesz majd egy forradalom. Olyan nagyon sok országra kiterjedő ismeretem nincs itt a szláv országok így a környéken. Itt azt tapasztaltam, hogy konferenciákra járok, hogy általában a kis ügyvédi irodák mennek. Az Egyesült Királyságban ott szorosabb az ügyvédeknek az együttműködése, főleg úgy London környékén. Egyrészt a solicitor beriszteri rendszer, ez mindig is feltételezett egy viszonylag szoros kapcsolatot. Az Egyesült Államokban, Amerikai Egyesült Államokban ott ugye ott inkább már nagy jogi cégek vannak. Tehát vannak kis ügyvédek, egyébként főleg büntetős területen, tehát ott valamire ott ez a kis ügyvédi forma megy, de akik céges ügyeket csinálnak, ilyen, és ilyen full szolgáltatást, ott ilyen több száz ügyvédek, tehát számunkra elképzelhetetlen méretek. Tehát amikor 2008-as válság volt, valamelyik ilyen Magic Circle iroda azt hiszem 300 ügyvédet küldött el. Na most Magyarországon nincs olyan ügyvéd iroda, ahol 300-an dolgoznának, még takarítóval, portással, mindennel együtt sem. Szerintem 100 fölötti iroda sincsen Magyarországon. Tehát ez a 30, 40, 50, 60, ez a legnagyobb tíz iroda, aki ennyi fővel dolgozik. Tehát ez, ez a része, hogy szervezet keretek között nem. Ennek nyilván van adózási, meg költség oka is, illetve történelmi is, hogy annak idején itt a 90-es éveket megelőzően, kötelezően egyrészt maximalizálva volt az ügyvédeknek a száma, másrészt pedig ügyvédi munkaközösségekbe kellett dolgozni és nyilván annak a generációnak, aki ügyvéd volt, vagy akart korábban jutni a pályára, de pont emiatt nem tudott, az első dolga az volt, hogy ott hagyta a fenébe az ügyvédi munkaközösségeket az első pillanatban, ahogy lehetett. Mik az esélye egyébként egy fiatalnak, hogyha elindul ezen a pályán? Ezek szerint akkor ma már ez a szám nem rögzített, tehát ilyen szempontból kvázi bárki lehet ügyvéd, vagy azért. Bárki lehet ügyvéd, én, én azt gondolom, hogy jelenleg a belépési küszöb az nyilván a jogvézetekről beszélek, mert ha azt mondom, hogy bárki lehet ügyvéd, ez nem igaz, mert öt évet el kell végezni, a jogi egyetemen leszak vizsgázni. Úgy mondom, hogy akinek ezek megvannak, és ugye van egy egyetlen egy ilyen érdemi korlát van, hogy egy éves ügyvédjelölti vagy alkalmazott ügyvédi működés az kötelező. Azt megelőzően, hogy valaki önálló ügyvéd lehet. Jó, nem jó, nem tudom, hogy jó-e egyébként. Bizonyos ügyvédi szükségszerűségeket meg tud tanulni nyilván ebbe az egy évbe, vagy legalább egy évbe, aki erre adja a fejét. Tehát akár még jó is lehetne, én a gyakorlati megvalósítást nem tudom, hogy milyen, mert ebben nincsen tapasztalatom. De összességében, hogyha ezek megvannak, szerintem viszonylag könnyű belépni az ügyvédi piacra. Költségek azok, amik így az elején felmerülnek, azok annyira nem jelentősek. Most értsünk ez alatt, hogy néhány százezer forintból meg le be lehet indítani egy irodát, mert egy laptopja volt az embernek az egyetem alatt is. A szoftvereket, aláírókártyát megveszi, tehát biztosítás kifizeti, ezek összességében ilyen évig. 120 ezer forint talán a felelősségbiztosítás, ugyanennyi a kamarai tagdíj, ez, ezt ki kell tudni termelni. Nyilván a pályakezdőknek most egy komoly nehézséget okozhat. Nem olyan kedvező, inkább megfordítom, mert ez, az valójában nem volt talán egy igazságos állapot, de hogy a, a katának a mondjuk úgy, hogy a tulajdonképpeni megszűnése az, az egy nehézség, mert a korábbi 50 ezer forintos adóból ugye akár többszörösen lehet, tehát több millió forinttal több a befizetett adó egy mondjuk egy évi 12 millió forintos bevételnél. Nem tudom, lehet, hogy el lehetne mozdulni abba az irányba, hogy lobby szintjén, hogy a kezdővállalkozásoknak legyen egy átmeneti kedvezőbb adózás, csak én attól tartok olyan lenne, mint a kábítószer, hogy megszoknák, mint egy természetes állapotot, és akkor nagyon nagy lenne az ugrás. Tehát én azt gondolom, hogy annyira nem nehéz, de ismerni kell ez a, az üzleti életnek a szükségszerűségeit meg. Nagyon fontos azt megérteni, hogy ami korábban fizetés volt, mert ugye az ügyvédjelölt alkalmazott, vagy bármilyen más pozícióban volt korábban, akkor alkalmazott volt. Ugye, amikor ügyvéd lesz valaki, akkor bevétele lesz, és a bevételből még adózni kell, fenntartani az irodát, sok költséget kifizetni. Tehát nem kell sajnálni egy ügyvédet se, én nem ezt mondom, de hogy a bevételből, amíg jövedelem lesz, ott lesz egy nagyon nagy lemorzsolódás. Egyébként mennyire terített a piac? Tehát egyre több ügyfél van, aki keres ügyvédeket, vagy tulajdonképpen az van, hogy egyre többen szeretnének ügyvédek lenni, valamennyire el is jutnak eddig a szintig, viszont utána nem nagyon lesz munkájuk, vagy csak annak, aki esetleg nagyon jól marketingeli magát, vagy aki nagyon-nagyon ügyes kiemelkedik. Nagyon össze-vissza a piac azért, azt látni kell. A budapesti ügyvédi piacról tudok hitelesen beszélni, és annak is mondjuk a büntetőjogon kívüli vonaláról. A büntetőjogászok, azok mondjuk úgy, hogy megtalálják mindenhol a számításaikat, talán ez igaz. Ugyanazok a gyermekbetegségek vannak amúgy az ügyvédi piacon is, mint bármelyik másik piacon. Tehát van, aki elkezdi rossz üzleti tervvel, vagy inkább ugye az valószínűbb, hogy üzleti terv nélkül, ő küzdeni fog. De aki látja azt, hogy mi lenne az ő, azt sem mondom, hogy piaci mert sok az ügyvéd egyébként, de aki bent van, szerintem ez az utóbbi 2000 évben biztosan így volt, aki már bent van, az nyilván azt szeretné, hogy ne legyen ilyen sok, legyenek kevesebben korlátozások. Időnként így felmerül a tagság egy részében, hogy legyenek kamarai minimumdíjak. De én nagyon versenypárt vagyok Ráadásul, tehát nálam ezek így kiverik a biztosítékot, meg hogy ki mennyiért csinál meg egy adásvételt. Látni kell, hogy nem lehet a hangadó akár két 300 főre alapozni, még egy minimumdiát hogy határoznánk, meg hogy legyen akkor 200 ezer forint egy adásvétel, most csak egy számot mondtam, de ez lehet, hogy Budapesten nem olyan magas de hogyha elhagyom a Budapest táblát és szabolcs már bereg megyében, most nem akarok kipétézni egy ilyen megyét sem, vagy egy, egy csepeli panelnél, és nem a mostani időszakban, hanem amikor a csepeli panelek 15 millió forintért mentek. Megnézni, hogy akkor elkérni 200 ezer forintot, tehát nem, én, én, azt gondolom, hogy itt a piacnak kell lesz szabályozni, és majd a piac ezt megoldja. Itt vannak, meg mindig is lesznek olyanok, akik nekem miatt abba kell hagyni a szakmát, az, én azt gondolom, hogy ha az elején kell lesz megtenni, akkor ők még a szerencsésebbek, de a másik oldalról meg ugye mindig jönnek új technológiák, új jogszabályok, stb. És akkor viszont az időseknek, a régebb óta a pályán lévőknek egy része láthatóan abba hagyja. Tehát most jön az új elektronikus ingatlan nyilvántartás, ami előbb-utóbb lehet, hogy tényleg hatányba fog lépni, ugye már párszor eltorták a hatályba lépést, ez nagyon sok ügyvédet kívül fog helyezni az adásvételeknek a piacáról, ami egy lehetőség lesz. De ugyanez volt, amikor hatályba lépett az új polgári eljárás, jogi törvény. Nagyon sokan azt mondták, ők ezt már nem akarják megtanulni, és akkor ők nem foglalkoznak perekkel, nem akarnak elektronikus eljárást, új PP-t, négy év van nyugdíj, most kezdje el megtanulni. Most én nem, ez nem értékítélettel mondom, ezek ilyen megállapítások. De ugyanez volt akár az új polgári törvénykönyv hatályba lépésénél. És lehet egyébként, hogy két évvel nyugdíj előtt, vagy amikor úgy gondolom, hogy le akarom tenni a munkát, lehet, hogy két évre már én sem tanulnék meg egy komplet új jogszabályt. Említetted itt az összegeket. Van lehetőség arra egyébként, hogy az ügyfélhez igazítsd mondjuk akár az árat, amivel te dolgozol? Persze, természetesen. A gyermekbetegségeknél én elsősorban egyébként pont arra gondoltam, amikor árral próbálnak versenyezni. És kettő példát szoktam mondani, én próbálom a hallgatóknak is már egyetem alatt mondani. Még egyébként árazásról is szoktam velük beszélni, hogy legyen elképzelésük a nagyságrendekről. És el szoktam nekik is mondani, hogy bemegyünk a Tesco-ba, ott se a legolcsóbb Tesco gazdaságos mustát veszi meg az ember, hanem ami, aminek van valami íze. Tehát az, az nyilván drágább lesz. De hogyha odahívok két kőművest, és az egyik ezer forintért csinálja meg, amit a másik húz, de aki ezer forintért dolgozik, az alkoholista, koszos, büdös, stb. Most nem a sztereotípiák, de hogy értjük szerintem a példát. Tehát hiába olcsóbb, nem fogom őt megbízni. És persze az ügyvédi szolgáltatásnál ezt nehéz differenciálni vevői szempontból, de el kell az ügyfélnek magyarázni, hogy neki miért éri meg az, hogy az egyik ügyvédhez mondjuk nem 15 ezer forintos konzultációs díjért megy, hanem 40 ezerért. És ez lehet, hogy valakinek az a fontos ebben, hogy bőrfotel legyen, koloniál és a többi, mert ő ezt várja el egy ügyvédtől, és ezzel semmi gond nincs, hogyha ő ezt várja el, fizesse meg ezt. Aki meg nem ezt várja el, az meg ne, ne fizesse, válaszoljon egy ügyvédet, ami neki tetszik. Tehát mondjuk én például konzultációt csak online tartok. Sőt, nálam előre is kell kifizetni, online foglalási rendszer van, tehát nem is tudja véglegesíteni a foglalását. Most annak, aki szeretne bejönni, beszélgetni, vagy csak beugrani, mert csak egy kérdése van, ez nyilván nem felel meg. De hozzám az jön, akinek megfelel az online konzultáció, megfelel ez az árazás, hogy tudom ezt eladni. Hát úgy, hogy magas szintű szakmai felkészültségem van, mondom, hátránynak hát nem hátrány, és ugye ott vannak akár a díjaim, akár az, hogy egyetemen tanítok, tehát van valami, ami megalapozza ezt az előzetes bizalmat az ügyfél által, aztán, hogyha nem tudok segíteni, egyébként volt már rá példa, akkor visszaadtam a pénzt, mert azt mondtam, hogy nem tudtam segíteni. De ez egy win-win szituációnak kell lennie szerintem az ügyfélnek is, meg az ügyvédnek is. A még az árversenyre visszatérve egy, egy picit, ugye azt is látni kell, hogy az egy rossz ajánló levél, hogy van, aki olcsó, és ezt nem tudom elégszer hangsúlyozni. Ezt ugye csúnyán mondanám, és mondom csúnyán, mert végül is ez egy podcast, tehát elvileg még akár bele is férhet. Tehát a piti ügyfélkör, az piti ügyfélkör termel ki. Tehát, hogyha valaki azért ajánl engem ismerősnek, mert 5000 forintért megcsináltam, neki egy fizetési felszólítást, most csak egy számot mondtam, akkor az a valaki úgy jön hozzám, hogy 5000 forintos fizetési felszólítást vár el, és hogyha neki nem annyi, akkor már nem fog rossz lesz a szájíz. Tehát nem árral kell versenyezni, erre van ezer másik mód azokkal a lehetőségekkel kell élni. A fiatalok ezt már talán nem tudják, akik talán többségében hallgatják, de például a 90-es években ez okozta talán a nyelvoktatási szektornak a teljes mélyrepülését, amiből nem tudott kilábalni azóta sem, hogy egyre olcsóbb licitáltak egymás alá, 10 forinttal olcsóbb, 20 forinttal olcsóbb, vagy rosszabbnál rosszabbnál pékek, ugye már szeretnénk egy normális kenyeret tenni, ott tartunk. Lehet, hogy előbb-utóbb fogunk tartani, hogy már szeretnénk egy normális felkészült ügyvédet is. Ez azért nem hangzik túl jól, de reméljük, hogy azért a, aki laikusként elkezd keresni, az tényleg a jó ügyvédeket találja meg. De nyilván azért ilyen szempontból nagyon nehéz valakinek, aki nem ért hozzá, hogy mi alapján válaszol, és akkor itt azért bejön a marketing kérdése is, aki könnyebben megtalálható, aki fönt van a neten, Facebook oldala van, TikTok csatornáját működtet, szerepel podcastekben, stb., és ennek jó része igaz rád is talán őt könnyebb megtalálni. De persze felmerül az is, ami egyébként az internetnek a, a, legnagyobb kérdése, hogy ugye hogyan tudunk szelektálni, hogyan találjuk meg a valós tartalmat. Minden esetre térünk rá arra, hogy, hogy, valaki elkezd keresgélni. Milyen szempontokat tudnál adni neki, hogy egyébként mi alapján tudja megtalálni a jó ügyvédet? Én, én ezt nagyon súlykolom mindenkibe, hogy ugyanolyan vállalkozás vagyunk, mint egy pék vagy egy hentes. Na most mindenféle más vállalkozásra is igaz, hogy amikor elkezdi magát marketingezni, akkor ugyanazokat a megoldásokat kezdi el másolni, amit a szakmában a többiek csinálnak, majd ez ideális esetben ezen tovább lép. Fun fact egy, az ügyvédek nagy részének nincs honlapja. Tehát őket nem lehet az interneten megtalálni, ez már egy nagyon nagy lépés, akinek van honlapja és akkor már nyilván itt lehet még előrébb lépni, hogy mondjuk ez az utóbbi öt évben frissült ez a honlap. Elég tipikus, valaki megrendel, van két-három felkapott mondjuk ügyvéd honlap készítő cég, megrendelnek egy ügyvédi honlapot, ott az ötödik menüpont általában az a blog. Na most a blogbra az első két alkalommal, vagy két hónapban írnak valamilyen cikket, és amikor négy évvel később visszamegyek arra az oldalra, akkor még ugyanaz a kettő cikk van ott. Na most ezzel nem lehet elérés szerezni, a holnapnak egyébként is én azt gondolom, hogy inkább csak ilyen megerősítő funkciója van. Tehát, hogyha én adok egy névjegykártyát, vagy valaki hall rólam, akkor első körbe be fogja írni a Google-be, vagy bármilyen más keresőbe azért nevemet, ki fogja adni, és akkor meg tudja nézni. De önmagában a választáshoz ez kevés. Ugye ezt konverziónak hívjuk, hogy hogy lesz valakiből ügyfél. A legjobb konverziója ebbe igaza van az idősebb generációnak, az ajánlásnak van. Csak ugye most, hogyha én kikerültem innen az egyetemről, vagyok 25 30 éves, ki ajánlana engem, hát nem voltak még ügyfeleim. Sőt, egyébként a kamera pont több esetben elég szigorúan fellépett, mikor ügyvédjelöltről akár csak írtak. Olyan alkalmam is volt, amikor a kamera úgy büntetett meg egy ügyvédjelöltet, hogy ő nem állította magáról, hogy ügyvéd, hanem egy hozzászólás, egy Facebook oldalon egy hozzászólásban írták róla egy, egy másik személy most nem tudom, mit csinálhatott volna, hogy perelte volna a berágalmazásért, vagy feljelentette, nem tudom, mit kellett volna csinálnia. Tehát egyébként ilyen kicsit hermatikusan el vannak zárva mindenféle marketingformától a ügyvédjelöltek biztosan, és nem nyílik ki a világ akkor sem, amikor ügyvédek lesznek. Miből tud élni egy ügyvéd? Nyilván tud publikálni. Ez viszonylag szabadon, hiszen saját platformon azt csinál, amit akar. De tudományos publikációkat is írhat, nyilván ez már nehezebb meg több idő, járhat versenyre, járhat konferenciákra. Tehát azt miért ne tehetné meg egy ügyvéd egyébként, hogyha ott van akár egy kötelező továbbképzésen, akkor ő magáról egy szelfit fölrakja. Volt a nem is tudom már, hogy az országos kamarának, vagy a budapesti kamarának De egy ilyen elég ügyetlen, ilyen jogi felvilágosító kampánya, hogy miért vegyenek igénybe ügyvédeket. Na, hogyha valakinek van egy Facebook oldala, még akár egy privát profilja, akkor nem is kell Facebook oldal, megtehette volna, hogy megosztja ezeket a dolgokat, és legalább az ismerősei tudták volna. Amikor ügyvédekről beszélgetek, hogy meg kérdezni, ismerőseid, akik Facebookon ismerősök, tudják, hogy te mivel foglalkozol? Én ez ott tudatosult, hogy mennyire nem tudják még a saját ismerőseim se, hogy amikor már még nem voltam ügyvéd, ügyvédjelölt voltam, Ügyvédi irodámba, de nyilván vittem saját ügyfeleket, hogyha így ismerősök megkerestek. Az első adásvételem az úgy jött be ismerős által, hogy fölhívta a feleségem barátnője a feleségemet, hogy a Krisztián ügyvéd jelölt, hogy nem tud-e esetleg valakit, aki megcsinálna nekünk egy adásvételt. Tehát nem az jelent meg, hogy egyébként hozhatnák hozzám az én ügyvédi irodámba, most idézőjelesen, ahol megcsináljuk, hanem hogy én hát, ha tudok valakit és a feleségemnek az egyik legjobb barátnője volt. Na most, hogyha ő nem tudja, akkor a Facebookon ott lévő 600 ismerősöm, vagy fogalmas sincs mennyi van, akkor megint csak nem fogja tudni. Tehát első körben legalább az ismerősi körbe kell tudatosítani. Van egy nagyon jó KKV marketinges személy, Wolf Gábor. Neki van ez a, talán metaforának lehet nevezni, hogy a, ugye amikor elkezdünk ügyfelekre vadászni, akkor kezeljük úgy, mint egy cseresznyefát, vagy bármilyen más fát, hogy ott se úgy van, hogy először innen szedünk egyet, fölmászunk létrára megint az alján, hanem elkezdünk szépen kifelé haladni. Tehát első körbe érdemes akár az ismerősi körben tudatosítani, hogy mi kik vagyunk és mit csinálunk ez lehet online is, meg offline is. Egyébként az offline marketing meglepően jól működik ügyvédeknél, mert annyira el vannak tőle szokva az emberek. Ugye e-mailt, spamet, azt kapnak naponta 30-at, postai levelet, meg semmit. Tehát már magában ezzel lehet egyébként jó konverziókat elérni. Hogyha ez megvan, akkor lehet tágítani ezt a kör, de nem ész nélkül. Meg tudni kell ugye a számok nyelvén is beszélni. Én mindig megmosolygom, mikor valaki azt mondja, hogy a, ő KKV-knak szeretne dolgozni. És igen, akkor 800 ezer különböző cégre lősz egyszerre. Hát az egy merész célzás, mert ugye körülbelül ennyi KKV van Magyarországon, még az egyéni vállalkozásokat talán ebbe bele se számoltuk. Tehát ezt nem lehet. Nagyon speciálisan kell, és ki kell alakítani egy olyan ügyfélkört, egy olyan hozzáértést, amivel ezt a speciális területet lehet egyáltalán művelni. Mert ha én azt mondom, és persze itt lehet rosszul választani, hogy én kizárólag keresztény nyomdáknak szeretnék dolgozni, és ez lesz az ügyfélköröm, lehet, hogy nincs annyi keresztény nyomda, hogy engem eltartson. De hogyha ezt értelmesen leszűkítem, akkor viszont lehet, hogy tudok egy olyan ügyfélkört meghatározni, amire olyan nagyon senki más nem lő, de engem el tudnak tartani. Aki egyébként már most tudja magáról, hogy nem annyira jó ilyen szellemmenedzsmentbe, vagy abba, hogy kiálljon mások elé, hogy tényleg magát reklámozza, az esetleg gondolkodzon el azon, hogy ne ezt a pályát válassza. Most arra gondolsz, hogy valaki introvertált esetleg? Ezt nem akartam ezt a szót így használni, mert szerintem nem biztos, hogy az introvertált, extrovertált skálán működik ez, vagy azon kell megnéznünk, de hogy valami ilyesmire gondolok, igen. Csak talán a nézőknek megfoghatóbb lett, azért próbáltam igen, így igen. ilyen kapaszkodót adni. De értem, hogy mire gondolsz. Nekem is van egyébként olyan introvertált ismerősöm, aki szívesen, nem szívesen, de rá tudja magát venni viszonylag jó, hogy szerepeljen. Ezért sokan azt hiszik róla, hogy extrovertált. De hogy a kérdésre válaszoljak, valamilyen szintű ügyfélszerzési képesség az biztosan kell és itt nem kivételek egyébként még a nemzetközi ügyvédi irodák se, ahol ilyen alkalmazott jellegű státuszban vannak az ügyvédek, mert előbb-utóbb ott is jön az, az elvárás, hogy hozni kell az ügyfeleket. Tehát valamilyen szintű ügyfértelmelés kell, és egyébként sok ember azt gondolja magáról, hogy ő rossz a networkingben, mert hogy nem tanulták egyébként. hogy Persze, hogy rosszak, én például nem tanultam harangöntést, valószínűleg elég rosszul is menne, de hogyha tanulnám egy-két évig tudatosan koncentrálva erre, akkor valószínű jobban menne a harangöntés, még hogyha igazán jó nem lennék benne valószínűleg. Tehát ez is egy olyan dolog, amit, amit, lehet fejleszteni, lehet tanulni. Talán megfoghatóbb, hogy a példával világítom meg, hogyha nekem nagyon tetszenek a tőzsdei kibocsátások, de én nem szeretek úgy szerepelni, hogy olyan ügyfeleket hozzak be, akik tőzsdei kibocsátásokba vesznek részt, akkor lehet, hogy nekem azért tud egy akkora motivációt adni, hogy én szeretnék tőzsdei kibocsátásokat csinálni, hogy ráveszem magam, hogy azért mégiscsak szerezzek. De hogyha egyébként nincs olyan célom, amihez eszköz tud lenni, hogy én ügyfélszerzést folytassak, bármit is jelentsen ez, akkor én talán azt mondanám, hogy nem biztos, hogy az ő szakmájuk. Bár nincsen nálam a bölcsek követ, nyilván én csak a saját tapasztalatomból tudok kiindulni. Részben szerintem pont ez vezet ahhoz, hogy nem mindenki látja be azt, hogy van keresni valója ezen a pályán vagy nem, hogy azért az ügyvédeknek egy jelentős része, az nem keres ám olyan jól, mint amit az emberek gondolni szoktak. Tegyük azt félre, hogy számláznak-e mindent, induljunk ki abból, hogy számláznak. Tehát, hogy hány ügyvédnek van egyes az adószámában? Az egyes, az azt jelenti, hogy alanyi mentes, tehát 12 millió forinttól nem több az éves bevétele. Most, hogyha leadózom, gyors számolással ez valamilyen 9 millió körülre jön ki. Most, hogyha általány adózik valaki, mert igazán jelentős költsége nincs az ügyvédeknek. Ez kevesen, mint 800 ezer forint havonta, ami nem kevés, de messze nem az, hogy én meg újabb mercedesekkel, meg hasonlókkal mászkáljak. Tehát nem az a szint, amiért az ember azt mondja, hogy igen, akkor ügyvéd leszek, mert akár 800 ezeret is lehet keresni. Ugye, és akkor még a költségekkel nem számoltam semmit, mert ugye ez a költségek még ezután következnek. Tehát, hogyha 800 ezer forintból nekem még lejön 30 ezer felelősségbiztosítás, 30 ezer kamarai tagdíj, számítógépet kell vennem, és a többi, akkor lehet, hogy a végén kikötök ilyen 5 ezer forinnál, amit azért már jogtanácsosként biztosan megkeresne az ember. Tehát nem azt mutatják, még egyszer ezt mondom, a tapasztalatok, hogy ezzel mindenki olyan nagyon jó keres. El lehet érni egy nagyon szép életszínvonalat, és nekem mindig is az volt a vonzó a vállalkozói pályában, erről még nem beszéltem, hogy ez mentalitás, és talán ez jobban mutatja, mint az, hogy ügyfélszerzés vagy nem ügyfélszerzés, hogy van, aki a vállalkozásban azt látja, hogy ha nincsen ügyfél és kevesebbet dolgozik, akkor kevesebbet keres. Nagy valószínű nekik annyira ez nem való. Mert inkább annak való, aki azt látja, hogy viszont, ha többet dolgozik, akkor viszont sokkal többet is lehet keresni. Inkább annak való talán a vállalkozói lét, és pont ezért elég nehéz, főleg az elején megtartani ezt a munka-magánélet egyensúlyt, mert pont akkor, mikor esetleg Ugye házasság, jön az első gyerek, húzzuk meg, most vagyok fiatal, át lehet esni a ló túloldalára, és nehéz lejönni a szerről. Tehát a, a munka az tud egy ilyen, hát a legrosszabb drog is lenni, én azért mondom a legrosszabb, mert igazából a külvilágnak, meg az embernek is nagyon sokáig pozitív visszacsatolást ad, hogy igen, nagyon jó, és nekem is volt ilyen, főleg amikor elkezdtem ügyvédkedni. A 130 számlázható óra, menne a 150, nem, a 150 de menne. És akkor ment a 150 számlázható óra is, de hosszú távon ez biztos, hogy kiégéshez vezetett volna. Az jó, hogyha van az embernek családja, és jó, hogyha tud még mibe kapaszkodnia. Azért szeretném elmondani, hogy ugye valakinek hálát kell tudni adni a sikerért, és az, az nem tud működni nekem, talán egyébként másokban sem, hogy amikor jó vagyok, az az én érdemem, de amikor nem vagyok jó, az, az meg másé, az a romás tehet. Itt tudni kell megköszönni az életnek, Istennek, teljesen mindegy, hogy ezt ki mibe találja meg, aki nem vallásos, én azt gondolom, az is meg tudja találni ezt az egyensúlyt, de nekünk hívő embereknek talán ez könnyebb. Jobban vagyunk erre kondicionálva, és tudni kell kapaszkodni a nehéz időszakban is, meg a jó időszakban is, hogy, hogy ez most nem feltétlenül csak azért van, mert mi annyira nagyon jók voltunk. Arról mesélj egy kicsit, hogy hogyan néz ki egy heted? hogy hogyan képzeljünk el egy ügyvédet, mert feltehetőleg nem az történik, hogy korban megy és négykor feláll, ennél azért sokkal színesebb ez a történet. Másrészt pedig, ugye erről valamennyire már beszéltünk, vagy érintettük, hogy azért neked az is fontos, hogy a, a közösségi médián keresztül is vagy ügyfeleket szerez, vagy tájékoztas, vagy jelen legyél, tehát hogy talán mind a három egyszerre és nyilván ebbe is időt kell fektetni, illetve van egy podcast is, amit te csinálsz, illetve podcastekbe eljársz te is beszélgetni, nem csak ilyenben, mint ami a mi karomban, hanem kifejezetten szakmai jellegű podcastekbe is. Szóval, hogy azért elég sok minden van, és akkor emellett pedig nyilván ott a magánélet is, amivel kapcsolatban gyanítom ezt az egyensúlyt, próbálod folyamatosan megtartani. Ja, és akkor azt ugye még kihagytam, hogy az egyetemre is bejössz tanítani. Mindenkinek van egy drága hobbija, én nem vitorlázni árok, hanem egyetemen tanítok. Nem, én, én, csak a pénzért csinálom a tanítást, ezt mindig el mondani, és akkor ezzel már is ütjük az egésznek az élét. Nem nagyon messziről indítva volt egy személyiségteszt, ezt közé is tettem a honlapomon, majd lehet, hogy a podcast az érdekességként oda linkelem, mi jött ki, és olyan dolgokat mutatott meg a teszt, ilyen személyiségszerkezetemmel szerkezetemmel kapcsolatosan, amit eddig is tudtam magamról, és más az, amikor ide is van írva, és akkor mint mondjam, például, hogy nem tisztelem az autoritást. Ez ugye nyilvánvalóan egy előny, hogyha mondjuk ott van az ember a bíróságon, és ki kell állni a saját ügyfeléért. Ez egy olyan skála, ami azt mutatja meg, hogy ha vagyunk százan egy szobában, akkor én hon vagyok a skálán, tehát nem, csak másokhoz képest. mert itt ezeknél a teszteknél ilyen száz vagyok, tehát mindenki más jobban tiszteli nálam az autoritást a teremben. Tehát nekem az nem okoz problémát, hogy konfrontálódjak az ügyfelemért. Azért kezdtem ezzel a felvezetéssel, hogy az én személyiség szerkezetem arra a típusú munkára, amit én végzek, az alkalmas. Tehát én mondjuk könnyen adaptálódom az új helyzetekhez, nem zavar, hogyha megbolygatják. Ma is jöttem be az egyetemre, hívott egy ügyfelem, hogy gond van az egyik munkavállalójával, ilyen bűncselekmény jellegűt is elkövethetett esetleg, és hogy holnap be kell mennem. Oké, okay, akkor holnap 11-kor ott találkozunk, vagy egykor stb., és akár napközben is többször áttervezem a napomat. És nekem azért, mert olyan a személyiség szerkezetem, ez nem okoz megterhelést. Más dolgok okoznak megterhelést, ez pont nem. De olyan az ügyfélköröm úgy alakítottam ki, hogy egyébként az én személyiség szerkezetemhez passzoljon. Tehát, hogyha ez probléma lenne, akkor nyilván egy, inkább egy múltisabb ügyfélkör, amikor hetekre előre tudok tervezni, az lenne a jó. És hogy a hetem hogy néz ki? Káosz. Tehát kell a naptár, az, az mindenféleképpen nekem a legjobb barátom, és a feleségem is látja természetesen a naptáramat, mert így tudja azt tervezni, hogy hova tudunk menni. Van egy nagy szabadság az ügyvédi létben, tehát pont azért, mert így tudok sakkozni. Tehát az nyilván egy teljesen természetes dolog. Most jön a, a harmadik kisbabánk augusztusban, hogy egy útra hangra, az teljesen egyértelmű, hogy el tudok menni, mert tudok rá időt szakítani. Munkavállaló lennék, akkor már lehet, hogy így gondolkoznék, hogy szabadság, elkérjem, kitől kérjem, így nincs kitől elkérni magam. Ez a jó része, de hát általában ugye a tárgyalások meghatározzák, tehát amikor bírósági tárgyaláson van, oda kell menni, de nagyon törekszem arra, hogy amikor lehet, én vigyem a nagyfiamat óvodába. Tehát most is óvodából jöttem ide a podcast felvételre. Délután már kevésbé tudok érte menni, az, az inkább ilyen különlegesség szokott lenni, mikor mindannyian megyünk a fiamért az oviba. És hát napközben én nagyon sokat vagyok ügyfeleknél. Már inkább azt a típusú ügyvédi működést szeretem, mikor kevesebb ügyfél van. Ez tudatos volt, tehát én már két-három éve nem vállalok magánszemélyeket egyáltalán, hanem olyan ügyfeleket vállalok, amiben van perspektív, hogy hosszú távon tudunk együtt dolgozni. Ez megint azt, hogy a hó elején szeretem tudni, hogy biztosan nem leszek minuszos, most nagyon leegyszerűsítve. Mert tudom azt, hogy megyek ide, megyek oda, milyen tárgyalások lesznek, és ugye ez egy csomó feszültséget az emberből kijöl, és már pont ezért nem is annyira figyelek, vagy nem kell annyira figyelnem az ügyfélszerzésre, hogy azt mondtam, valószínű több ügyfelet utasítok vissza egy héten, mint amennyit más szerez. De ez adottság, tehát már olyan értemben adottság, hogy az ember saját magának alakítja ki, és utána pedig rubickol benne ideális esetben. És vannak fix napok, amik, tudom a héten, hogy melyik nap hova kell mennem. Tehát én most hétfőn ott általában nincsen kötöttség, de van egy ügyfelem, akihez megyek minden hónap első hétfőjén, van egy ügyfelem, akinél minden kedden kilenctől vezetői értekezlet van szerda délelőtt jövök be az egyetemre, akkor délelőtt itt teszek, veszek publikációt, írok, délután tanítok, csütörtök megint csak nincsen program, és most már, most már, eljutogattam addig, hogy pénteken meg egy kicsit már az ábra lehet venni a munkát, tehát pénteken egy kicsit kevesebbet szoktam dolgozni. Erre a feleségem, mikor hallgatni fogja, egyből mondja, hogy igen, de akkor is fönn vagy és csinálod a dolgaidat, mert a PhD-met is most fogom befejezni, most adom le igen, publikációkat többnyire pénteken szoktam írni, de kellenek ezek az intellektuális kihívások. Én nagyon szeretem az egyetemet, ezt azért hozzá kell tennem, mert kirángat ebből a mókus Ez egy nehézsége az ügyvéd szakmának, hogy azért, mikor már úgy mondjuk úgy, hogy megvetette az ember a, a lábát az ügyvédi pályán, tehát egy-két-három éve csinálja, és nem akarja bezárni. Ez már én annak tekintem akkor tudjuk azt mondani, hogy oké, okay, de, de mi lesz most? Nincsen hová lépni. Tehát, amíg egy cégnél, egy multinál, a közigazgatásban tudom azt, hogy lehetek főosztályvezető, helyettes államtitkár, bármi más, egy ügyvéd, az 30 év múlva is ügyvéd lesz. És meg kell találni azokat a kihívásokat, vagy többnyire, hogy minek nevezzük, tovább lépési lehetőségeket, ha az embernek erre van igénye, a hát pedig az emberek nagyobb részének szerintem van, hogy, hogy oké, okay, de most én 30 évig ugyanazt csinálom, ez, ez azért nyomasztja az ember. És én most 5 éve csinálom ezt, előtte ügyvédjelölt voltam, amikor mondjuk ugyanazt csináltam nagyjából, és most látok egy ilyen váltásszerűt, hogy most megint egy, egy, adag dolgot le tudok, hogy lejár a 10 év a diplomaszerzéstől kezdve, akkor már lehetek szakvizsgacenzor, valószínűleg leszek is. 10 év lejárt, akkor lehetek választott bíró, valószínűleg leszek is. És akkor ugye ezek egyre inkább kihúzza az ember, és, és nem nagyon marad olyan, amit lehet teljes ezért van az, hogy nagyon sok ügyvéd ilyen másodfoglalkozásokba belekezd. Nagyon népszerű ügyvédnők körébe ezek a különböző alkotó tevékenységek. Ezt vettem észre, hogy tömegével mennek mondjuk ilyen kézműves tanfolyamokra, virágkötő, ilyen hasonló dolgok, vagy elkezdenek írogatni festeni, van méhész ügyvéd ismerősöm, aki, aki méhészkedik, tehát valamit azért szeretnének ők csinálni mellette, ahol valójában ki tudnak teljesedni, és ahol van produktum. Mert azért tényleg 30 évig ugyanazt csinálni, az tud frusztráló lenni, bármennyire is meg tud az ember szakmán belül újulni. Így szerintem kell csinálni akár egyetemet, akár valami más. Nem véletlen, hogy nagyon sok a másoddiplomás is az ügyvédek körében. És az oktatás, az miért fontos neked? Nagyon szeretem a hallgatókat nem mindig jön le, szokott is bűntudatom lenni emiatt, hogy nem biztos, hogy érzik, hogy mekkora szeretettel fordulok feléjük, pedig ezem nem lenne meg biztos, hogy nem jönnék be. A másik az az intellektuális kihívás, hogy megmutatni nekik, hogy hogy működnek a dolgok, és bizonyos tekintetben jobban tanítok, azt gondolom, mint tanítottam tíz éve, más tekintetben meg sokkal rosszabbul tanítok. Én azt persze, hogy kezdek megosztó lenni, akár stílusra is. A másik része, hogy amit tanítok, hogy mivel vagy a gyakorlatból jövök első sorban, másodszorban, ezt mindig keverem, attól függ, mert amikor ügyvéddel beszélek, akkor neki ilyen oktató vagyok, mikor oktatóval, akkor neki meg ügyvéd ez a létező legrosszabb kombináció. Tehát nagyon sok gyakorlati példát tudok hozni. Tudom azt mondani, hogy mire figyeljenek. Nem tankönyvben látom, meg nem csak a jogtárban látom azokat a dolgokat, amik megtörténnek az életben. És nyilván valóan, aki mondjuk nem akar elhivatott társasági jogászt lenni, az be kell látni, hogy neki nem valószínű, hogy én vagyok a megfelelő oktató. Pláne, hogy előadásra sajnos egyre kevésbé járnak a hallgatóink. Most ez egy hosszabb beszélgetés lenne, hogy lehet, hogy maga az előadás intézménye meghalad adott már, mert nagyjából olyan korú embereket tanítunk, mint száz éve, nagyjából olyan módszerekkel, mint száz éve. Most, hogy tök négy, hogy egyébként számítógép előtt ülnek, vagy ne, ez egy nagy kihívás az egyetemen, de az, hogy átadjuk nekik a tudást, és ezáltal ők hasznosabbak lesznek, és jobban el tudják látni a munkájukat, és egy teljesebb élethez járulunk ezzel hozzá, én azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus dolog, és akkor most már, hogy tíz éve tanítok, ráadásul jönnek a hallgatóimtól a nagyon komoly eredmények. Tehát most már az első hallgatóim között több bíró is van, nemzetközi irodákba lépdelnek fel a ranglétrán, vagy az egyikük néhány hónapja láttam, második lett a fővárosi büntetőgi perbeszéd versenyen, és egy harmadik hallgatómnak meg megszületett a harmadik gyermeke. Tehát nem tudom, egy kicsit ilyen szülői büszkeség is van, amióta szülő vagyok, ezt már így jobban értem, hogy valójában miért vagyok rájuk büszke, mikor nem az én teljesítményem. De, de többüknél látom azt, hogy határozottan túlnőttek rajtunk próbálom őket terelgetni, de ugye nyilván az embernek ilyenkor benne van a saját világlátása is, amikor tanácsot ad. tanácsban ugye nincsen felelősség, tehát ez, ezért könnyen is osztogatja az ember. De hogy nagyon jó látni, hogy mi lesz belőlük hosszú távon, és hogy egyébként tényleg fantasztikus érzés azt is látni, hogy most idézően értsük, mert nem szakmai teljesítmény, de hogy csak megszületik valamelyiknek a gyermeke. És ennek legalább úgy örülök, mint hogy egy unokatestvérnek vagy, vagy valaki másnak született volna a családon belül, mert, mert igenis ezek fantasztikus dolgok. Mit gondolsz arról, hogy a különböző filmekben, ahogy az ügyvédeket megjelenítik, az segít abban, hogy milyen képünk alakuljon ki róluk, vagy pont, hogy rontja? Én azt gondolom, hogy például a doktor szöszi, az, az kifejezetten javít azon a dolgon, mert, mert az legalább szórakoztató és bugyuta és nem ellenségesek benne. Nem biztos, hogy a pont a filmek oldaláról közelíteném meg, az, az mindig egy, egy más, egy massza. Nyilván az izgalmas részét lehet egy kicsit eltúrozni. A mostani generáció már nem nézte a jó barátokat, de úgy ilyen retró módon így, Szoktuk nekik mondani, hogy hát ugye ott is mindig a kávézóba ültek, tehát senki nem ül egész nap a kávézóba felnőttként. Most nyilván az ügyvédeknél ugyanez, hogy, hogy azért ha egy napunkat így felvennék, nem lehetne belőle sorozatot csinálni, ami izgalmas lenne. Én általában a híreket szoktam inkább. A károsabbnak tartani, és mindig oda jutok vissza, amikor ezen gondolkozom, hogy az etikai dolgokkal van a nagyobb probléma, és, és nem az, amit egy-egy film megjelenít, hanem amit hanem összességébe közvetít, akár az ügyvédi kar, akár a jogásság úgy magáról. Tehát amikor látjuk azt, halljuk azt, most igyekszem nem aktuális példákat hozni, tehát hogy több száz millió forinttal tűnnek ügyvédek, eltűnik a letétből, nem találják. Ezek nagyon messzire vezetnek, mert alássák a bizalmat, vagy okirat hamisítások, vagy olyan, aki korábban kizártak a kamarából és ügyvédkedik, hogy ezekkel van nagyon nagy probléma az ügyvédség megítélése szempontjából. Az nyilván egy más kérdés lehet, hogy amúgy kell -e az ügyvédségnek, hogy jó legyen a megítélése. Persze ez egy szép dolog, de, de hogy önmagában segíte valamiben. Nem vagyok ebbe biztos, hogy segítene. De az etikai képzés akár, vagy hogy komolyabb számon kérése az etikai dolgoknak, az azt én azt gondolom, hogy minden bizonyal segítene a szakmának. Nagyon sok dolgot nem tudunk itt az egyetemen se érinteni. Tehát amivel én nagyon küzdök például ügyfélnél megbízásnál, hogy tipikusan mondjuk mikor külföldi anyavállalat van. Most van egy külföldi anyavállalat, én meg itt vagyok a magyar ügyvezetővel. Hát persze, hogy kialakul közöttünk egy kapcsolat váltválvetve küzdünk, amikor úgy van egy perben, vagy bár tárgyalásokon kialakul egy jó viszony, és ez tud időnként komoly dilemmákat okozni. Nem bűncselekményekről van szó, csak hogy nekem ez az ügyvezető, a megbízom, de hát addig vagyok itt, amíg az anyavállalat így gondolja. És ezek az etikai dolgok, ezek, ezek nagyon nehezen kerülnek elő, és nagyon nehéz ezt elmondani, vagy hogy mi azzal a probléma, és ezt egy hallgató még nem érti, hogy mi azzal a probléma, hogyha nem jól vezetem a nyilvántartásaimat. Én ugye utálom az adminisztrációt, hát erre tök jó példa vagyok, mármint hogy utálom, de vezetem. Miért? Mert hogyha előtt a villamos, akkor valakinek be kell jönni, és át kell venni azt az ügyet, és meg kell tudnia csinálni, de hogyha azt se tudja, hogy hol a nyilvántartásom, akkor nem fogja tudni megcsinálni. És emiatt vannak egyébként pont az ügyvédi etikai dolgok miatt. Én azt gondolom, hogy egyelőre a felszín alatt lévő, de nagyon komoly súrlódások a többi a jogász rendel, most nem kipécéz őket, de mondjuk a bíróságokkal, mondjuk egy igazolási kérelem kapcsán. Jelenleg, hogyha egy ügyvéd mulasz, mert elüti a villamos, vagy covidos lesz, beteg lesz, szinte lehetetlen kimenteni. Tehát itt olyan mértékben nem helyes gyakorlat alakult ki, hogy az ügyvéd oldja meg a helyettesítést. De ugye, amikor hozzám bejön valaki, mondjuk egy Magyar Nemzeti Bank elleni perrel, mert ebben van tapasztalatom, megbíz vele. Van ugyan helyettes ügyvédem, de neki nincsen ebbe tapasztalata. Tehát olyan embert nem tudok szerezni, aki bármilyen pillanatban tud engem helyettesíteni, mondjuk ténylegesen előtt a villamos vasárnap este és hétfőn tárgyaláson van. Hogy állítsa ki helyettest? Nem, nem, helyettes helyettest fizetett az ügyfél, hanem engem. És ezek a problémák igazából ezek meg tudják az ember életét nehezíteni, mert nem biztos, hogy mindig akkora a megértés kap az ember, amekkorát ezért elvárna. Egyébként az online a nyilvántartásban látszik, hogy ki a helyettes egy adott ügyvédnek. Ezt az ügyvédi kamara jelöli ki, vagy, vagy ezt egymás között beszélitek meg, hogy ki lesz a helyettesen? Ezt egymás között beszéljük, meg ez egyébként pont annak nehéz, aki mondjuk úgy, hogy kívülről jön az ügyvédi pályára, mert minősítő körülmény, hogyha mondjuk el is költözik, tehát mondjuk Debrecenben tanul valaki, most csak egy példát mondtam, ide költözik Budapestre, és akkor elkezdene ügyvédkedni. Oké, okay, és ki lesz a helyettesem? Hát nem nagyon ismer senkit, és lehet persze a debreceni haver a helyettes, csak ugye azt valójában nem lesz soha a helyettes, mert amikor be kell menni az iratér az irodába, akkor nem fog Debrecenből Budapestre jönni és a többi. Tehát itt általában ilyen viszonossági alapon szokott ez menni. Nem jó a helyettesi rendszer, én azt gondolom, a jelen formájában, mert én mondjuk nagyjából napi szinten beszélek a helyettesen, mert jó barátok is vagyunk, és amikor olyan ügy van, ami fontos, hogy képben legyen, akkor én őt tájékoztatom. De azt tudom, hogy ez nem általános. Tehát a legtöbb helyettesnek fogalma sincs, meg sokan el is felejtették, hogy ők kinek a helyettesei. Tehát ugye 7-8 ügyvédnek én aláírtam annó, jó fejségből. Tipikusan mondjuk ugye az szokott lenni, hogy akinél korábban ügyvédjelöltek voltak, akkor megkérik, hogy legyen már helyettesen. Na de hogyha már tényleg 7-8 ügyvédjelöltem volt, és hogyha ott valamelyikkel tényleg probléma történik, most én hogy adjak be egy fellebbezést? Egyetlen egy ilyen nem volt, ahol be kellett adnom helyettesként egyébként pont fellebbezést. Ott az ügyvédjelöltje az adott ügyvédnek átküldött, mindent elő volt készítve de azért az esetek nagy részében az elképzelhetetlen lenne. Tehát nem jó, jószerű, tehát fel tudjuk azt mutatni, hogy van, de nem működőképes, abban biztos vagyok. Zárjuk azzal a beszélgetést, hogy ha valaki azon gondolkozik, hogy ügyvéd legyen, és bár az elején említetted, hogy szerinted nem érdemes úgy jönni ide a jogik arra, hogy valaki exaktan csak egy irányba áll be, de hogy Nagyjából mikor kezdjen el e felé érdeklődni, vagy hogyha pont amikor még nem is tudja, hogy mivel szeretne pontosan foglalkozni, szeretne minél jobban belekóstolni a dolgokba, milyen lehetőségek vannak arra, hogy valaki tényleg belelásson, és ne a filmeken keresztül, abba, hogy mi történik egy ügyvéd munkájában, hol tud ezzel kapcsolatban információt szerezni, hogyan tud ez a, a gyakorlatban megvalósulni. Azt gondolom, hogy érdemes elmenni gyakornokoskodni. Ez olyan, ami csak puskaporral lehet beszélni magába az embernek, és azt nagyon javaslom, hogy több helyre menjenek el gyakornokoskodni, hogy ne csak azt lássák, hogy egy-egy ügyvédnél hogyan zajlik, hanem kialakuljon egy általánosabb kép, vagy legalábbis tudjon választani, hogy melyik volt az, amelyik hozzá közelebb állt is stílusba, és akkor később errefelé tud haladni. Most nyilván itt meg kell valamilyen szintű tárgyi tudás, hogy valóban hasznos legyen. Én másodévtől egészen biztosan azt mondanám, hogy nyaranta menjenek. Nagyon jó, hogy felmerült ez a kérdés, bántam volna, hogyha nem tudok ezt elmondani. Itt azért a gyakornokainknak mondom, akik esetleg hallgatják, reméltem minél többen a műsort hallgatóinknak, hogy ezt vegyék észre, hogy amikor egyetem helyett dolgoznak, akkor nem tudják azt megszerezni azt a tudást, amit az egyetemen megkapnának. Most lehet egyetérteni azzal, hogy nem jó esetleg, amit oktatunk, vagy más, hogy kellene, az biztos, hogy nem kapják meg, hanem ülnek ott. Tehát annyival kevesebbek lesznek, és azt próbálom magyarázni a hallgatóimnak, hogy nagyon komoly érdekellentét van az ügyvéd között. Most arról beszélek, amikor szorgalmi időszakban a iskola helyett dolgoznak, tehát nagyon komoly érdekellentét van az ügyvéd és a gyakornok a között. Mert az ügyvéd az azt akarja, hogy a gyakornok dolgozzon, sokat legyen ott, hasznát vegye. Ez azzal jár, ez nem cél, hanem ez lesz az eredménye, hogy nem tudja megszerezni azt a tudást, amit ebbe az időben megszerzett volna az egyetemen. És mivel nem szerezte meg az egyetemen ezt a tudást, ez később lehet, hogy hiányozni fog. Nem mondom, hogy biztosan, de ugye ez nem tudunk előre gondolkodni x évre, és amit az egyetemen tanítunk, az, az szerintem jóval több, mint hogy elolvassuk a jogszabályokat, mi jogászi gondolkodást próbálunk átadni, mert a jogszabályok változnak. Én, amikor 2009-ben beiratkoztam, volt egy régi alkotmányunk, volt egy régi BTK-nk, volt egy régi PTK-nk, meg egy régi BNK, meg egy régi BVTV-nk, és a többi ezt lehetne folytatni, mire záróvizsgáztam, a fő jogszabályok közül egy sem volt hatályban. Tehát most, hogyha azokat tanították volna meg, akkor nem mentem volna semmire. De a jogászi gondolkodással később el tudtam sajátítani a megváltozott jogszabályi környezetben történő munkavégzést, és ezt tudjuk itt megtanítani. És aki nincs itt a képzés során, annak nem tudjuk ezt megtanítani. Ezt és ez az érdekellentét, hogy nyilván nem fogja az összes gyakornokát felvenni az ügyvéd, meg nem fogja 30-40 évig alkalmazni őket. És amikor majd önállóan kell dolgozniuk, akkor ez a tudás lehet, hogy hiányozni fog. És egyébként, amikor valaki oda megy gyakornoki pozícióra, akkor valóban szakmai feladatokat fog kapni, és azt valahogy próbáljuk meg azt a sztereotípiát esetleg tisztába tenni, hogy nem csak kávét kell főznie majd. Én azzal szoktam kezdeni a gyakornokoknak, mikor van gyakornokom, meg a jelölteknek is, hogy én tudok kávét főzni. Tehát erre biztosan nincs szükségem arra, hogy valakit felvegyek. Én amikor volt gyakornokon, mindig fizettem neki rendes fizetést is, tehát ez a sztereotípia sincsen. Egyszer volt egy ügyvédjelölti hirdetés, már sok éve abból elég nagy a életkamara szinten is. Az volt kiírva, hogy fizetés csak tapasztalat, de ugye ez ügyvédjelölti. Volt én már gyakornoknál se értek egyet, mert hogy ott van végez valami munkát, és akkor egyébként fel is bosszantott a kamara, mert egy olyan állásfoglalást adott ki, hogy kötelező a munkatörvénykönyve szerint legalább minimál, bért beleírni a szerződésbe. És engem ez bosszantott fel, hogy de miért nem azt írta le, hogy fizetni kötelező, miért azt, hogy a szerződésbe beleírni. Minden esetre, hogy a kérdésre válaszoljak, ugye lehet érdemi feladatot adni egy gyakornoknak, általában az szokott hiányozni, hogy a betanítás az nincs meg. És nyilván itt sokszor vannak módszertani problémák, tehát nem mindig oktató, pedagógus van ilyen vénája az ügyvédnek, ettől még ő nagyon jó ügyvéd lehet, csak ugye az egy más típusú fejlődés, beszoktatás, hogy el kell lesni tőle a tudásanyagot, de például tipikusan a jogesetkeresés az olyan, hogy ott, ott, ott kell valami érettség, kell, kell, tudni azt, hogy mit akarok megtalálni, és ott meg kell mutatni a módszertan. Tehát az több attól, hogy kinyitom a PtK-t a 6. könyv 150. szakasznál, meg közbenső szerződés szegéshez kell eset ez az elvont gondolkodás, ez, ez ráadásul, mint mondtam az előző kérdésre válaszul, ez itt tud kialakulni, hogy, hogy tudjam azt, hogy persze, én igazából közbenső szerződés szegést keresek, de hát mondjuk a munkaterület átadása is az lehet, hát akkor miért ne nézném meg a vállalkozási szerződésnél a munkaterületre vonatkozó követelményeket, és akkor már ezt jobban össze tudom rakni, és sokkal jobb eredményre tudok jutni. De tehát még egyszer mondom, lehet érdemi feladatot adni, de azt ne becsüljük le, az új generáció már ezt nem nagyon fogja tapasztalni az elektronikus ingatlan nyilvántartás miatt, de abban is van tanulási folyamat, hogy én elküldök valakit föld hivatalba, vagy bármilyen más helyre ügyet intézni, mert meg kell tanulnia emberekkel bánni. Meg kell azt tanulnia, hogy amikor az ügyintézőnek nincsen jó napja, neki nincs jó napja, bárkinek nincs jó napja, vagy információ hiány van, akkor hogy lehet megoldani az ügyeket zárás előtt egy perccel érkezik a földhivatalba. Ugye ez egy nagyon jó lecke tud lenni. Egyrészt miért nem indult el időbe? De ha nem tudott el időben elindulni, kódja meg, hogy bejusson és be tudja adni. Tehát itt nagyon olyan dolgokra kellene koncentrálni, amik ugye ez az alkalmazkodó képesség, hogy feltalálja magát, mert ez ennek veszi később nagy hasznát, és igen, ennek része az is, hogy elmegy a földhivatalba. Az nem alantas munka, én is el szoktam menni. Gyakorlatilag akkor sok olyan soft skill fejlesztése történhet meg ez alatt, amiről beszéltél, hogy ezt nem majd később amúgy ezt fel tudja használni. Meglepő dolgot mondok, ezt már akkor fel tudja használni, mert, mert nincsen olyan, hogy majd élünk, tehát mindig élünk. És ezek olyan dolgok, amik nem ügyvéd szakma specifikusak, akár egyébként az, hogy az ember belátó és megbocsátó legyen magával, hanem ez a mindennapokban is egyébként jobbá teszi az életét. Az ügyvédek jobbá teszik az emberek életét, nem túlzás ezt állítani. Ennél jobb záró mondatot nem is találhattunk volna. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, számos olyan kérdést szerintem tisztáztunk, ami nagyon fontos itt az ügyvédi hivatás kapcsán. Ha bármilyen kérdés maradt még bennetek, akkor bátran írjátok meg kommentben, igyekszünk majd választ találni rá. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a lehetőséget.